Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Ismét egy röplabda mérkőzéssel jelentkezünk innen, Gödöllőről, a Szent István Egyetem sportcsarnokából. Ezúttal a Teva Gödöllői Röplabda Klub a szlovéniai Kalcit Kamnik csapatát fogadja a mai közép-európai liga soron következő fordulójában. Zöldben láthatóak a gödöllői játékosok, és fekete felsőben, kék alsóban a szlovén Kamnik csapata. Egy jó kis összecsapás lehet ez a mai, hiszen a Kamnik a tabella harmadik helyén tanyázik jelenleg, a gödöllői csapat pedig ki van éhezve egy újabb hazai sikerre. Hamarosan bemutatjuk önöknek a mérkőzés játékvezetőit. Juraj Mokri lesz az első játékvezetőnk Szlovákiából, és Pavel Vasko Szlovéniából, vagyis Szlovákiából, bocsánat. És két vonalbírónk van, két magyar játékvezető, Imre Géza és Árpás Krisztina. A két csapat pedig egyesel Maja Gusztin a pályán, kettessel Tyasa Tunsek, a csapatkapitány 8-assal Petra Kramov, 9-essel Tea Lenárcsik, 10-essel Anna Starcevic és 13-assal Jelena Ster Kozmács, a libero pedig Ursa Podlenski. A vendégcsapat vezető edzője Gorbacsov, de ő Oleg Gorbacsov. Ne tessék másra gondolni, és nézzük, hogy a hazai csapat hogyan áll föl. Egyessel Krigel Éva érkezik, a csapat irányítója. Négyessel Molnár Németh Zsuzsanna. Hatossal Hakl Szilvia, aki most már sokadik mérkőzésén lép pályára kezdőként. 11-essel Szakmári, a csapatkapitányunk Széles Petra, és a csapat átlója Csengeri Petra, majd pedig a libero Lékó Lilla, tehát mondhatni a szokásos kezdő összeállításában lép pályára a hazai csapat. Ludvig Zsolt, segítője Szalai Attila, valamint a csapat gyúrója Árpás Géza, ifjabb Árpás Géza, fontos megemlíteni, hiszen idősebb Árpás Géza a Gödöllői Röplabda Klub egyesületének elnöke. Na, hát akkor nézzük, hogy az első pontokat kiszerzi meg. A vendégek kezdhetik tehát a mérkőzést, 9-essel Tea Lenárcsics fogja útjára indítani a labdát. És elindult a mérkőzés, tehát Lékó Lilla fogadását követően Csengeri szerezheti az első gödöllői pontot, és 1-0-ra vezet a gödöllői csapat. Na, így kellene ezt folytatni. Németh Zsuzsi mehet hátra szerválni. Jönnek a szlovénok, a blokkról sajnos szélesre pattan a labda. Egy-egy ezzel tehát a mérkőzés állás. Közben itt az interneten böngészek mindjárt, és pontos adatokkal szeretnék önöknek szolgálni a közép-európai ligáról. Közben Hakl Szilvia, de jól működik a szlovén blokk. 2-1-re vezetnek most már a vendégek. Tízessel Starcevic a szervánál. Starcevic húzza meg, Lékó fogja. Csengeri nagyon szűk labdát kapott, és a blokkba ütjük. 3-1-re lépnek el a szlovénok.
kísértetiesen hasonlóan kezdődik, mint az előző hazai mérkőzésünk, akkor is talán két vagy három blokkal mindjárt a játszma elején meglépett a vendég Post Svehát. Ne hagyjuk ezt a Kamniknak. A szerva hosszúnak tűnik, hosszú is. Nem ért hozzá Szakmári, hiába reklamálnak a vendégek. Közben megkaptam az adatokat a vendégcsapatról. Egy kivétellel egy fiatal kis csapatról van szó, de hát természetesen erről majd később egy picit beszélgetünk. Hakli Szilvi nem ért le ehhez a labdához. Így 4-2-re vezetnek a vendégek akkor, amikor Maja Gustin, a csapat rangidős játékosa érkezik. 33 esztendős. És ezzel ő a legidősebb. Csengeri megpattintja a blokk tetejét. Nem sikerül fölkaparnia ezt Podlenskinek. Így Csengeri mehet szerválni. A vendégeknél minden játékos szlovéniai. Csupán egyetlen Anas Starčević. Tízessel láthatjuk a horvát idegen légiósukat. Nálunk minden játékos magyar. És ennek vagy bármi másnak köszönhetően 4-4 a mérkőzés állása. Na, el kellene kapni a fonalat, és el kellene kapni a szlovéneket. Csengeri szervája jó, nehezen birkóznak meg vele. Na, ebből lehet valami. Meg kell fogni hátul, out. Igen, nem ért hozzá senki. 5-4-re ismét vezet a gödöllői csapat, utoljára 1-0-nál sikerült ez. Csengeri még mindig a szervánál. Csengeri szervája ismét jó. Ebből is csak potyalabda jön vissza. Léko játsza be pontosan széles a túloldalon. Szakmári! Kivártam egy picit, mert nem láttam, hogy hova fog esni a labda, de beesett a sarokba. Ellentmondás nem tűrően. Így 6-4 most már az állás. Ez a szerva is jó. Csengeri nagyon jó szerválma. A harmadik jó szervája. Ezzel 7-4 az állás. Jaj, de jó lenne egy jó hangulatú kis győzelemmel zárni a naptári évet, hiszen idén már nincs több bajnoki mérkőzése a csapatnak, sem kupa. Tehát magyarul nem lépnek már pályára a lányok. Talán ez egy kicsit hosszú volt. Szerencsénkre lábbal Kravolics belenyúl. Nagyon rosszkor. És nagyon rosszul az ő szempontjukból. De nekünk ez csak öröm, hiszen 8-4-es vezetéssel érkezik meg a csapat az első technikai időhöz. A blokkokra hívja föl Ludwig Zsolt a figyelmet. A szlovének pedig széttárt karral az edzőjük Gorbacsov próbálja megértetni a játékosaival azt, hogy ezt a győzelmet, amit ők szeretnének, nem fogja a gödöllő nekik odaadni, meg kell szerezni, hiszen egy nagyon motivált gödöllői csapattal találták magukat szembe, egyelőre így a játszma első felében. Meg is jön a gödöllői közönség hangja. Oleg Gorbacsov pedig töri a fejét, hogy mit lehetne kezdeni a csapatunkkal. Reméljük, hogy nem jut eszébe a megoldás. Csengeri folytatja. Hátsó soros feladó. A túloldalon tartotta meg a labdát. Nem ez volt a gond, hanem az érintés volt egy picit szabálytalan. Így Csengeri most már az ötödik szervájához mehet oda, ha jól számolom. Na, jó van. Ez egy jó kezdés, Petra. Reméljük, hogy elől is folytatni tudod majd. Csengeri. Átsuhant ez a labda. Kell a mező? Igen. Évi jön, és Csengeri most támadhat egyet, és a blokkról kiüti. Hát egyelőre Petra a nyerő emberünk. 10-4. És Oleg Gorbacsov megközelíti az időkérő berendezést, és ki is kéri az első idejét. Mindezt már a játszma első harmadában meg kell tegye, hiszen a csapata egyelőre nem találja az ellenszert, hogy mivel lehetne túljárni a gödöllői játékosok eszén.
Reméljük ez így is marad. Nagyon motiváltan kezd tehát a Gödöllő. 10-4. Ez mindent elárul. Közben már is keresem önöknek a pillanatnyi állást a Mevza ligában. De nézzük Csengeri soron következő szerváját. Ez is jó. Ezzel már viszonylag könnyedén megbirkóznak. Átlóból egy ütés. Az érintés tökéletes. Jó. Jöhetnek vissza a szlovénök ismét középről. Ezúttal hosszan hátra a Németh Zsuzsi feje fölött elütik. 10-5-re módosul ezzel az állás. És kettessel érkezhet a szlovéneknél. Gyásá Tuncsek. Akinek se a vezeték, se a keresztneve nem könnyű, viszont a szervát könnyen fogadja Németh Zsuzsi, Szakmári beüti vonalon. De a játékvezető szabálytalannak minősítette Kriegel Évi feladását. Megmondom őszintén, nem is láttam az érintés pillanatát, annyira arra figyeltem, hogy Csengeri, illetve Szakmári beüsse ezt a labdát. Lékó fogja. Egy kicsit ütemtelen. Sajnos kiüti Petra. Na, most egy pillanatra megtorpantunk. Pedig a vendégek nem csináltak semmit, csupán átszerválták kétszer a labdát. Ne adjuk ilyen könnyen a pontokat nekik. Dolgozzanak meg érte. Ismét jöhet a felugrásos szerva. Pörgeti röviden. Kriegel Évi dobja le balkézzel. Hát ez az ő erőssége. Ezt ki kell használni. Balkezes feladó. És szépen áthúzta a labdát másodikra, más esélye nem is nagyon lett volna. És érkezhet szerválni Szakmári Gréta. Első a feladó, erre hívta fel a figyelmet Ludwig Zsolt. Megy hátul a center, és Szakmári kezébe egy pillanatra én már ott láttam a labdát, de nem jött össze a védekezés. 11-8-ra zárkóznak ezzel a tabella harmadik helyén álló szlovének. A Kácit Kamnyik 10 mérkőzés után 7 győzelem, 3 vereséggel áll jelenleg a tabella harmadik helyén a Közép-Európa Ligába, akkor, amikor Németh Zsuzsi ejtése leesik náluk a földre. Az első helyezett Post Svehát volt a legutóbbi hazai fordulóban a gödöllői csapat vendége. Őket követi a Slavia Bratislava, majd a Kamnik a harmadik helyen. Elugrásos szervák csatája most ezekben a pillanatokban, hiszen nálunk széles Petra is ezzel a technikával indítja útjára a labdát. A blokkról megpattanót már hátul nem tudtuk menteni. 3 pont a különbség, de egy jó kis mérkőzés lehet ebből. Szakmári német, élesen kellene ezt elütni. Ez hosszan üti el, első soros a felé. És Hakl Szilvia eszén túljárt a rutin, a 33 éves rutinos játékos a vendégeknél, kifogott a 22 éves, tehetséges, de egy picit kevesebb rutinnal rendelkező Hakl Szilvián. Na nézzük ebből mit választ Kriegel. Hátulról Csengeri, ezúttal is Hakl, nem sikerül befejezni a labdamenetet, egy ejtés és leesik. Ludwig Zsolt ingerülten. Hakl Szilvinek magyaráz. Egy pontra zárkóznak közben a vendégek. Na gyerünk! Szép volt, Zsuzsi, bent van az! Bent bizony! Hiába reklamálnak a vendégek, egy emberként az edzők is feltette a kezét, de aztán nagyon gyorsan meggondolta magát. Árpás Kriszti orra elé esett ez a labda, nem lehetett elnézni. Nagyon kellett ez a pont, hogy ne egyenlítsenek a vendégek. 13-11. Kriegel Évi. Átjön az a labda. Át bizony, és a feladóról megy ki. Bizony. Az ő keze ért hozzá utoljára, hiába a kérdő tekintetek. 14-11, és egy pici feszültség vendég oldalon. Kriegel szervája. Bosszút álltak a szlovének.
Gusztin volt az. És egy csere Cervában, illetve a Cervára következő játékost, feladóját hozta le Gorbacsov. Egy picit akarja talán nyugtatni is, hiszen ő az előbb összetűzésbe került a játékvezetővel. 18-asan egy nagyon fiatal, mindösszesen 16 esztendős játékos érkezik Cervára. Németh Zsuzsi szépen fogják. Kriegel kit választ? Csengerit, el kell ütnie, Csengeri elüti a libero elé, elpattan róla a labda. 15-12. Na, gyerünk Petra, így tovább. És Németh Zsuzsi érkezhet a Cervára. A gödöllői csapat egyébként a tabella 8. helyén áll, 9 lejátszott mérkőzés után, ez lesz a 10. Out, nem ért hozzá senki. És megérkeztünk a második technikai időhöz, így lesz egy kis időm elmérkedni a tabellán. Ezúttal is 4 pont egyébként az előnyünk, mint ahogy volt 8-nál. Szóval a gödöllői csapat 8. helyen áll jelenleg a tabellán. 6 pontot szereztünk idén, eddig. És megelőzzük a 0 pontos Zogsplit együttesét. Előttünk egyetlen egységgel az a Linz csapata, az osztrák Linz csapata, akiket egy esetleges mai pontszerzéssel, ne adj Isten, győzelemmel megelőzhetünk, kérem szépen, hiszen a 6 pontunkból lehet 9, beérhetjük pontban a Zokriek a csapatát, akik egyébként mindösszesen 7 mérkőzést játszottak, tehát nagyon le vannak maradva a többiekhez képest, vélhetően egyéb okokból halasztaniuk kellett találkozókat. A lényeg az, hogy megerősíthetjük ott a helyünket a 7.-8. hely környékén, és talán sikerül ma előzni egyet. Ehhez minden esetre koncentrálni kell végig, és át kell szerválnunk. Természetesen Németh Zsuzsi rontott ezúttal a technikai idő után. Amennyiben csak egy pontot szereznénk, tehát 3-2-re kikapnánk, pontazonosság lenne, és nézem közben a szett arányt, és a szett arányban talán egy picit jobbak lennénk, igen. Ez azt jelenti, hogy átvehetnénk, hiszen hogyha 3-at veszítünk, akkor 26, 2-12-26, a 10-25-tel szemben valószínűleg egy picit jobbak lennénk, így előznénk, de ne a legrosszabbból induljunk ki, hanem abból, hogy minimum 2 pontot szerzünk itt a mai napon. Koncentrálnunk kell végig, feszülten az első játszmában. Kritikus az első játszma, hiszen lélektani előnnyel lehet kezdeni a második szettet. Ez nagyon fontos lenne. Csengeri blokkos labdája. Bizony, bizony, bizony. Szépen elüti a blokkról. Ezzel 18-14, ismét 4 pont a különbség a két csapat között. Időt kér a vendég Kamnik csapata. 18-14. Ez a 4 pontos különbség azért most már stabilan beáll 16 óta, és hát már 8-4-nél vezettünk 4-re, aztán egy picit közelebb engedtük magunkhoz a vendégeket, és utána ismét 4 pontra nőtt a gödöllői csapat előnye. Na nézzük, hogyan folytatja a mérkőzést a gödöllői csapat. Csengeri ismét a labdánál. Ejtés. Nagyon ütésvédésre rendezkedett be mind a 4 védekező játékosunk. A pálya közepe pedig tátongott. Ki is használták ezt a vendége. Turncsek ismét a Cervával. Kriegel éri, menti ezt meg. Nézzük, Szakmári bepörgeti oda hátra. Nagyon úgy tűnt a szlovénok, hogy úgy tűnt, hogy a szlovénok már a támadásra készülnek, hiszen Szakmári nehéz helyzetből ütötte meg ezt a labdát, de hál' Istennek megtalálta a módját, hogy oda hátra bepörgesse. Gorbacsov pedig nagyon megorrol Turncsekre, ezért le is hozta. Jó a Cerva. Na,
ott kellene egy blokk, ott kellene egy blokk, bent volt sajnos. Ezt az akciójukat még nem sikerült egyszer sem megállítani, amikor a feladó mögött elfutva hosszan, egy lábról felugorva támadnak a vendégek. Ez ellen még nem találjuk az ellenszer. 19-16. És az a baj, hogy mi meg nem tudjuk beütni ezeket. Széles Petrának ez még ma nem sikerült. De persze ehhez kellenek a labdák is. A szerva szépen száll. Németh Zsuzsi élesen beüti. Nem aut. Dehogy aut, gyerekek. Ez a vonalon volt. Így elérjük a 20 pontos kritikus határt. 20-17, 3 pont át a különbség, és jöhet Széles Petra felugrásos szervája. Ismét az egylábas figura majdnem megvolt ezúttal. Ebben határozottan jobbak a vendégek. És a pontot szerző Jelena Strel érkezik szervára. Szakmári fogja pontosan, Németh Zsuzsi megoldja a blokkról, kifröccsen a labda az oldalvonalon túlra. 4 egységre kerülünk a részsikertől. Kriege Lévi. Ludwig Zsolt biztatja Kriege, illetve Németh Zsuzsit, hogy bátran üsse el a keresztet. Ismét ez a figura! Na, most még közelebb álltunk ahhoz, hogy meglegyen. Reméljük a következő sikerül. Úgy tűnik a szlovének felismerték azt, hogy itt tudnak a legjobban támadni. Úgyhogy ezt erőltetik. Valószínűleg addig erőltetni fogják, amíg megy nekik. Ez hosszúnak tűnt ez a szerva. Másképp gondolta Léko. Visszahozzák. Na most kellene egy higgadt, pontos megoldás. Hagl Szilvi nagyon rossz labdát kapott. Áj, de kár érte. Potya szituációban 21-20, a kezünkben volt a labda. Most kell higgadtnak maradni, most kell koncentrálni, lányom. Nem nyithat többet. Lenár Csics. Zsengeri autra üti. Kritikus szituációban hibázik, és Ludwig Zsolt kénytelen időt kérni. Ja, Istenem, eladtuk a 4 pontos előnyt. 21-17 is volt. Na, se baj. Gyakorlatilag utolértek minket a szlovénok, és most 4 pontig tart a játszma. De sokkal nehezebb lesz ezt így, ilyen nyomás alatt teljesíteni, hiszen mégiscsak ők állnak a tabella harmadik helyén, tehát ők a mérkőzés esélyesei, annak ellenére, hogy hazai pályán azért szépen szerepel a gödöllői csapat. Egyelőre nem mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk papíron az esélyesek. Na nézzük, Lenár Csics. Nálunk 4-es helyen Csengeri, 2-es helyen Németh Zsuzsi, és középen Hakl Szilvi, a szervát viszont Léko fogja. Ez egy nagyon kiszorított labda, és antennát üd belőle. Csengeri, nagyon rossz labda volt, a nyitásfogadásból nem tudott mást kezdeni, Kriege Lévi. Nagyon fontos lenne, hogy ne ússzon el ez a játszma. Kellene egy szervarontás, de nem ez lesz az. És egy ejtés ismét leesik, teljesen szétestünk most. Gyakorlatilag percek alatt Ludwig kikéri a második idejét. És mutogat, Kriege Lévával veszekszik, hogy védekezésben valószínűleg nem tartotta be fegyelmezetten a helyét. Kőkemény most a gödöllői edző, de valószínűleg ez kell, hogy tegye, hát ha ettől a lányok egy picit beindulnak itt a végére. 4 pontos előnyből lett 2 pontos hátrány. A lehető legrosszabbkor a játszma végén 21-23 gödöllői szempontból a mérkőzés első játszmájának az állása. Az ellenfelünk pedig a Kalcit Kamnik csapata Szlovéniából, a Közép-Európai Liga gödöllői szempontból
tizedik fordulójában. És egy rossz fogadás után játszmalabdához jutnak a vendégek. Annyira nem volt ez benne ez az eredmény a játszmában. Olyan szépen kezdték a lányok, és a végére pár megoldás után reméljük, hogy nem hullott darabraira a gödöllői csapat. Nagyon kellene most egy csengeri pont, vagy egy blokk, de nincs blokk. És gyakorlatilag 21-17 után nem szerez pontot a gödöllői csapat. Ezzel elveszíti az első játszmát, de minden esetre biztató az, amit láttunk a játszma első két harmadában, sőt mondhatnám három negyedében, hiszen 21-ig remekül olykor tényleg brilliáns megoldásokkal játszottak a lányok, de aztán itt valami történt a végén, és összerázta magát a vendégegyüttes. Reméljük, hogy a folytatásban egy picit jobban tudunk koncentrálni, és a végjátékban felülmúljuk majd a vendégeket. Egy nullás szlovén vezetésről folytatódik tehát a mérkőzés a gödöllői Szent István Egyetem tornacsarnokából, ahol a szlovén Kamnik az ellenfél, és a gödöllői csapat változtatott a felállásán. Ludwig Zsolt feladót cserélt, ezúttal Luther Liza irányítja a társaságot. Csupán ennyit változtatott a gödöllői csapat. A vendégeknél azt mondja, hogy 9-2-10. Csengeri, élesen, itt a labda. Potya labdát rosszul játszott Belékó, nem tudtunk belőle mit csinálni. Így 2-0 már a vendégeknek. Tehát a vendégeknél, ha jól látom, akkor nem történt változás, úgyhogy Oleg Gorbacsov nem változtatott. Remélem, hogy Ludwig Zsolt cseréje eredményes lesz. 2-1. Egy szlovén szervarontással. Németh Zsuzsa érkezik. Németh Zsuzsi egyelőre beleolvad a mezőnyben, nem dolgozik rosszul, de nem volt különösebben emlékezetes megoldása. Természetesen minden jó szerva és minden jó ütés nagyon hasznos a csapat szempontjából. Aki egy picit kilógott, az az elején Csengeri volt. Aki nagyon szép pontokkal, az 4 viszont. Aki nagyon szép pontokkal vetette észre magát, főleg a szervái voltak nagyon eredményesek. De aztán a mérkőzés végén kritikus pillanatban hibázott. Szakmári Gréti is jól játszik egy játszma után, a többieknek centerben fel kellene zárkoznia, hiszen sem széles, op, nincs meg. Sem széles, sem Hakl nem termelte úgy a pontokat, ahogy kellene. Egy pillanatra itt most ránézek a statisztikára, és hát azt látom, hogy Németh Zsuzsi 5 pont, na, a legeredményesebb játékosunk. Én pedig ezt észre se vettem. Szakmári Gréta 2 pont, Csengeri pedig 4 pont. Tehát járult hozzá az eredményhez. És gyakorlatilag a két centerünk közül egyik sem szerzett pontot. Sem blokkból, sem pedig támadásból. Hakl Szilvit 3-szor blokkolták. Széles Petra pedig 2 ütéséből mind a 2-t elrontotta. Tehát gyakorlatilag értékelhetetlenül támadtunk középről, ebben minden esetre, minden... Aj, micsoda blokk, na, közben itt a nyelvem elakadt, tehát ebben feltétlenül változtatnunk kell a
center támadásaink hatékonyságában. Hakl Szilvi szervája. Egyes blokkal szemben jól védekezik hátul Németh Zsuzsina. Nézzük. Ismét egy egyes blokk. Ezúttal is Németh. Gyere, Liza. Szakmári bele a blokkba. Vissza tudnak támadni a centerükat föl. Egy ejtés. Megvan. Dobd le. Erről van szó. Meg is lepi a szlovéneket, de megfogják. Ebből csak egy pörgetés lesz. Föl kell adni a labdát. A két Petra játszik össze. És a mérkőzés leghosszabb labdamenete a pályán. Hátsó soros ejtés után Luther fogja meg a labdát. Érkezik Lenárcsics. A kettes helyre készít elő. Luther fogja meg. Széles teszi át. És jöhetnek a szlovének. Átpörgetik a labdát. Na nézzük, Luther. Talán hatos helyen kéne próbálkozni Némettel. Nem, Csengeri. Helyett Szakmári, de még ez is megvan a szlovéneknek. Kérem szépen. Mi ez, ha nem látványsportág? És centerből, amiről beszéltünk, háló. Úgy is van. És a leghosszabb labdamenetet megnyeri a gödöllői csapat, nagyon szépen koncentrált végig, és a legrutinosabb szlovén vét egy háló érintéses hibát, amit nagyon szépen vett észre Vaško Pavel. Fújjuk ki magunkat egy picit, most kellene egy megnyugtató szerva Hakl Szilvitől, és ismét jól védekezünk. Ezúttal Szakmárinak adja a labdát. Széles, de milyen jól. Hátulról jöhetnek a szlovének. Megpattan a blokkról, az is meg lehet. Na, gyerünk lányok, magasabb fordulat számra kapcsoltunk védekezésben. Kellene egy blokk? Ott is van. Tovább engedik, beütik. Na, hát láttunk két. Nem rövid labdamenetet. Igen, Ludwig reklamálja közben azt, hogy a szlovéneknél volt egy erősen vitatható érintés ott a háló közelében. Alulról tenyérrel. Hát a játékvezető szerint ütötte, szerintünk emelte a labdát, se baj. Out! Egy könnyű pont, nagyon kellett. A szlovének nehezen szereztek az előpontot, mi meg most ezt könnyen visszakaptuk. 6-5-re vezet a gödöllő, akkor, amikor Csengeri Petra érkezik a nyitó helyre. Aki az első szedbe 9-et szervált, abból egy ász, és nem volt rontott. Kell a blokk? Csengeri jöhet hátulról. Ráüt ezúttal rossz fele, ott állt össze a kettős blokk. A másik irányba kellett volna elütnie. Semmi baj. Szóval 9-et szervált Petra, ezzel a mezőnybe ő nyitott a legtöbbet. A vendégeknél pedig a 9-essel a csapat irányítója Lenárcsics. Felugrásos nyitás Németh szelidíti meg. Valakinek föl kellene adni, lányok. Micsoda figura, a liberóra kidolgozva. Na, egy picit álljunk össze. Csengeri ezúttal is a rossz irányt választja. Egy picit meg kellene nyugodni, nagyon jól jönne most az a technikai idő, de addig még 2 pont kell, hogy legyen, hiszen ha 1 pont, az azt jelenti, hogy a szlovének 8-6-os vezetéssel érnek oda. Egy férfias szervát láthatunk. Széles, és ez az a figura, amit meg kellene csinálnunk. Jó a blokk. És ők megint beütik. Ez valami hihetetlen, hogy ezt nem tudjuk levédekezni a hátul egy lábat. Igen, reklamálnak itt a gödöllői szurkolók és a gödöllői edző Ludwig Zsolt. De a játékvezetők nem fújtak ezúttal. Hát nem kapjuk meg a hazai pálya alanyi jogú támogatását. Hát ilyen nincsen természetesen a sportban, de jó lenne egy kis támogatás játékvezetői oldalról is. Persze nem ez a lényeg, hanem az, hogy nekünk kellene megcsinálni a pontokat. Az első játszmában egyébként 41%-kal támadtunk, és a szlovének 65%-ához képest ez meglehetősen kevés. A nyitásfogadásunk csak egy picit volt rosszabb a tökéletes bejátszások aránya, viszont a pozitív, tehát a jó fogadások aránya 61%, a 47%-os szlovénekkel szemben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy átlagosnál egy picit talán jobban fogadunk nyitást.
Közben próbálom itt a statisztikával kibogozni, hogy melyik, miben maradtunk el nagyon. Ludwig Zsoltot figyelmeztet, illetve hát neki üzent a csapatkapitány Széles Petra által. A játékvezető, ez a szerva is. Jó, Luther alkarral kell, hogy előkészítsen, erre már számítanak, Gréti. Out! Na, ne! Nem volt. Innen tűnt csak szélesnek. Hihetetlen, hogy ismét megcsinálták, és ismét pontra váltották ezt az akciót. 6-5-re még mi vezettünk, de már 9-6 a vendégeknek. Au, nem. Ez bizony bent volt. Hát nagyon örülnék, ha most egy méterrel alacsonyabb lenne a gödöllői csarnok mennyezete, hiszen a szlovén lány szervája épp hogy nem akad el a cső hálózatban. Megtorpantunk most, egy picit megtorpantunk ott a 2-3 perc a hosszú labdameneteknél, egy kicsit a gödöllőnek jött ki jobban a lépés, és ők tűntek motiváltabbnak, ahogy az előző játszma elején is, de most megtorpantunk. 10-6, ezúttal 4 ponttal a szlovének vezetnek a mérkőzés első periódusában, ekkor még mi vezettünk, igaz, a végén beelőztek a látogatók, hát reméljük, hogy ez most talán fordítva fog elsülni. Egy biztonságosabb feldobás után egy biztonságosabb szerva, és egy kevésbé jó nyitásfogadás után könnyedén szerez pontot a szlovén együttes. Ránézek a szerva statisztikára egy pillanatra, hogy ez a szlovén lány hogy áll abban a rangsorban, és Lenárd Csics jó vette észre, hogy nem figyel rá senki, és lehúzta ezt a labdát. Azt mondja, hogy élesen el kellene ütni, élesen, nem bele a blokkban. Áj, de kár érte. És érkezik vissza Kriege Lévi. Kell, hogy magasodjon a blokk, hiszen Luther Liza egy picit alacsonyabb, mint Évi. Azt mondja, hogy keresem a kettes számú. Na, ez viszont könnyedén fogta Léko. Hosszan próbálja elütni, Szakmári, de ez nem jön be. Az ejtés, és sokat szorra leesik. 8 pont a különbség 14-nél. Ludwig ki is kéri az idejét. Valamit mondania kell. Nem lennék a helyébe. Na, közben megnézem, hogy a Starcevic azt mondja, hogy a szerválók között a második helyen a 10-es számú Kamnyiki játékos áll. Kettessel Tunsek, keresem. Hát ezek szerint csak ma jött ki neki jól a lépés. De nincs benne az első. 25-ben. Nem tudunk mit kezdeni ezzel a nyitással, nem tudunk támadást szervezni, ez viszont bent volt. A szlovének pedig nagyon könnyedén jönnek vissza. Nálunk Németh Zsuzsi és Csengeri Petra áll a 7.-8. helyen, fordított sorrendben Petra a 7., de mind a ketten ugyanennyi, pontosan hajszárra megegyező eredménnyel tanyáznak ott. Na nézzük, Széles ezúttal is kiüti. Egyszerűen ebből a játékelemből ma elégtelenre vizsgázunk eddig. Nem tudjuk beütni. Sajnos a centereink egy picit
gyengében játszanak. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy nem kapnak olyan jó labdát a feladóktól, akik egy picit pontatlanabb bejátszásokat, nyitásfogadásokat kapnak. Minden mindennel összefügg, és hogy még tovább fűzzem ezt a gondolatmenetet, a kemény szlovén szervák okozzák ezt. Tíz pontos a különbség a két együttes között. És érkezik egy gödöllői csere. Csengeri helyett Krieger Zsófia érkezik, akinek általában a beállása mindig egy üdes szín volt. Reméljük, hogy ezúttal is tud valami kis lendületet vinni a csapat játékába. Krieger Évi. Na végre hibára kényszerítjük őket. Az ütés, el kell, hogy áruljam, egy picit hosszú lett volna. Hál' Isten a túlbuzgó védekező játékos belenyúlt ebbe. Na, most kellene néhány megnyugtató pont. A szlovének már azt se tudják, hogyan kell állni nyitásfogadásba, olyan régen fogadtak. Lenárcsics, és kérem szépen, majdnem megvolt az első védekezésünk a szlovének hátul egylábas támadása ellen, de aztán mégsem. Nem tudom, mi lehetne most az, amit elő lehetne húzni a fegyvertárból. Németh Zsuzsi élesen, szélesen. 18-7 darabjaira hullott a gödöllői csapat játéka. Teljesen ad-hoc módon szervezzük a támadásokat, hiszen ilyen nyitásfogadások történnek az utóbbi percekben. Talán Merkoszkit kellene hozni középre. Apu Szilvi helyett, hát ha, na! Krieger Évi megunta a tétlenséget, ráfordult erre a labdára, nem bízta senki másra, beütötte. 19-8. A legjobb pontszerzők táblázatában, összesített közép-európai táblázatában Tyasa Tunsek, akit az imént kerestem a szerválók között, nagyon jó helyen áll, a második 142 ütött ponttal. De ezúttal nem ő, hanem Starcevic ütötte be a labdát. Itt pedig reméljük német üti be. Na, végre. Lenárcsics blokkján pattant meg. Molnár Németh Zsuzsanna pontot szerez a gödöllőnek. Krieger Zsófi beállása pedig most csak taktikai jellegű volt. Nem tartós. Érkezik vissza Csengeri. Hát, ha most blokkban egy picit meg tudjuk őket fogni. Egy jó nyitás. Starcevic, Krieger védekezik. Érjen már oda valami. Na, ez viszont egy szabálytalan érintés. Így nem a mennyezet, hanem a kettős érintés az, ami ponthoz juttatja a gödöllői társaságot. Ezzel 20-10-re módosul a mérkőzés állása. Ez még mindig óriási különbség. Starcevic ismét. Egy szűk labda Németh Zsuzsinak. Kiszorított helyzetből Szakmári, de majdnem elnézték a szlovénok. Aj, Istenem, hogy nem tudnak hibázni ebből. Elképesztően jól csinálják ezt. 21-10 ezzel. Szóval Tunsek 142 megszerzett ponttal a második, míg Radosová Nikola, ha emlékeznek az előző mérkőzésre, a poszt-svehát játékosa vezeti ezt a kategóriát, tehát a legjobb pontszerző a Közép-Európa Ligában egyelőre ő. Na, Léko védekezik jól, aztán visszateszik könnyedén egy kézzel Gustin.
keresem a legjobb gödöllőit, az pedig Szakmári Gréta, 8. helyen áll 107 ponttal, 3,24-es szettenkénti átlaggal. Krieger, Hakus Szilvi ütése ezúttal nem rossz. Ott viszont egy jobb blokk hozzáér az antennához. A libero lábáról még fölpattan csak a háló. Az antenna háló alatti részéhez hozzáért a labda, ami már outnak számít, tehát hiba. Így megvan a 11. pontunk. Németh Zsuzsi szerválhatna, ott most össze lehetne zárni Tunsekre, aki lepörgeti a labdát. Nagyon szépen, okosan oda kacsintott, mielőtt oda pörgette. És érkezik Merkowski, Tündi, Sisi, azaz Hakl Szilvi helyett. Hát ha felpesdül egy picit a center játékunk az ő beállásával. Honnan Németh Zsuzsanna 102 ponttal pedig a 14. a legjobb pontszerzők rangsorában. Egy alkar kombinációt láthattunk gödöllői oldalról, hát ami kevésbé sikeres, mint a túloldali alkar kosár ütés kombináció. Játszmalabdához jut szép, halkan és csendben a vendégcsapat. Érkezik tízessel Starcevic, aki messziről egy lebegős szervával lepi meg Szakmárit. Csengeri pedig... hogy ez hogy nem ért hozzá semmihez? Magam sem tudom. Csengeri egy pörgetés! Lefüleli a libero. Ismét egy kettős érintés. Turseknek már ez a második rövid időn belül, de sajnos itt valami földön kívüli csodának kellene történnie ahhoz, hogy 24-12-ről egy közép-európai felnőtt mérkőzésen azt lássuk, hogy a vert helyzetben lévő csapat föláll. És most függetlenül attól, hogy a Gödöllő vagy a Kamnik áll az egyik oldalon. Ezt úgy gondolom, hogy ebbe a ligába egyik csapat sem képes megcsinálni. Nagyon jó lenne, ha most látnánk ilyet életünkben. Először Merkowski Tündi a nyitó helyen, a nem régiben beállt gödöllő játékos. A hátsó soros feladó lehúzta a kezét, Németh Zsuzsi pedig lehúzta a könyökét. Ezáltal a labda a hálóba kötött ki. 2-0-ra vezet 46 perc elteltével a szlovéniai Kamnik csapata, akik ezzel a győzelemmel pillanatra rátekintek a tabellára, mert megmondom őszintén, eddig ezzel nem számoltam, hogy ők nyernek, de így 2-0 után már önök is megérthetik, hogy számolok vele. Azt mondja, hogy 10 mérkőzésből 21 pontjuk van, hogyha itt netán 3-0-ra vagy 3-1-re nyernek, akkor 3 pontot szereznek, ami azt jelenti, hogy 2 pontra zárkoznának föl az éllovas Svehát együttese mögé. A 22 pontos Slavia Bratislava viszont mérkőzés hátrányban van, tehát ez az előzés csak pillanatnyi lenne, hogyha azt feltételezzük, hogy a pozsonyiak megnyerik a saját mérkőzésüket. Nagyon nehéz lehet nekik, hiszen egy erős bajnokságban játszanak, ahol tulajdonképpen a vereségek követik egymást. 2 győzelme van egyelőre a gödöllői csapatnak 10 mérkőzésből, ha ezt is beleszámolom már, és ez lélektanilag nem túl építő hatású. De arra kell gondolnunk, hogy a magyar bajnokságba visszatérve ez óriási előny lehet a magyar csapatokkal szemben, és kamatoztathatjuk azokat a tapasztalatokat, amiket ezek során, a játszmák során gyűjtenek a lányok. És legyen az győztes vagy vesztes játszma, kell, hogy tanuljunk belőle, és kell, hogy profitáljunk majd a magyar bajnokság utolsó szakaszában. Reménykedjünk ebben, és reménykedjünk abban, hogy most 2-0 után megpróbál a gödöllői csapat mindent, és a lehetetlent is megpróbálják elérni. Annak érdekében, hogy pontot szerezzünk. Ahhoz 2 játszma megnyerése szükséges, hogy egy csapat pontot szerezzen.
Kamnik ezt már megtette, tehát nekik egy pontjuk már van. Szeretnénk mi is egyet, legalább. Ludwig Zsolt változtatott a felállásán, a kezdő hatosához képest Hakl Szilvia Hele helyett ezúttal Merkoszki Tündét küldte pályára, és egy csengeri ponttal kezdünk. Így kezdtük az első játszmát is. Valami hasonló kellene. Na, csajok, gyerünk, már csak 24. Ludwig Zsolt közben a statisztikát böngészi erősen. Ránézek egy pillanatra én is. Két játszma után nagyon visszaesett a támadás hatékonyságunk. Ez az első adat, ami a szememet megütötte. Az első játszmában még 41% volt, a másodikban összesen 10. Ez azt jelenti, hogy minden tizedik labdát váltottunk pontra. Ezzel átlagban 25%-nál tartunk, míg a vendégek 45%-nál járnak, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy hát minden második labdából értékes megoldást tudnak csinálni. Számukra értékeset. Merkoszki blokja ezúttal, rossz helyen ugrott. 2-1-re vezetnek a vendégek. És Csengeri nagyon visszaesett ütés hatékonyságban, 19%. 21 labdából csupán 4 pontot szerzett. Egyelőre Németh Zsuzsi az, aki viszi a csapatot. Át kell tenni, nem lehet. Egy rossz nyitásfogadás. Ez időt enged nekem arra, hogy ránézek a nyitásfogadásunkra, ami szintén a felére csökkent. Mindösszesen 18% volt a második játszmában. Ez átlagban 27-nél tartunk most. A vendégek 39-nél. Hát a számok sajnos ezúttal nem hazudnak. És azt mutatják, amit látunk. Csengeri ismét pontot szerez. Na, 2-ből 2. Egyelőre javít a hatékonyságán. Csajok, csináljunk egy jó kis szoros játszmát, ne dőljön el. A győztes, a játszma győztesének a sorsa már 10 perc után. Húzzuk ezt, halasszuk. Az viszont jó, és talán blokk volt, nem pedig a szegély. Ha viszont blokk volt, akkor Csengeri, illetve Széles Petra megszerzi első pontját a mérkőzésen. Na, ilyet is rég láttunk, hogy a csapatkapitányunk bent van! Merkoszki! Ilyet is rég láttunk, hogy a csapatkapitány Széles Petra két játszma után pont nélkül áll. Merkoszki nyitása ismét jó, és a blokk is jó! Na, na! Csengeri blokkja! Csengeri bejelentkezett 3 ponttal mindjárt itt az elején. Merkoszki. Jó a nyitás. Ebből nem tudnak hátul egy lábat ütni az ejtés. Jó, visszanyúlunk. Jó az. Csak a szélére tudja adni, abból csak kereszt. És Raus László kezében köt ki a labda a nézőtéren. Ő sajnos nem segíthet rajtunk, ahogy egyik szurkoló sem tud fizikailag, viszont verbálisan igen. Németh Zsuzsi hátulról átpörgeti, blokkról megpattanó labdát szépen szedik föl. Petra fejével visszajátsza a labdát. Hát ez a jelenet is érdekes volt. Ritkán látni ilyet, hogy a blokkról visszapattanó labdát még fejjel irányítani tudja az ütőjátékos. Közben egy kis pályatörlés, ami talán jókor jön, hiszen a vendégek szerválnak. A pályát egyébként Hemmert Ivon törli, a Gödöllői Röplabda Klub kis mini korú játékosa. Ötötnél egy rossz megoldás, talán meg kellett volna várni Évi, hogy a háló kidobja a labdát, de
De hát a nyitásfogadásra kellene figyelnünk. 6-5-re vezetnek a vendégek. Gyerünk csajok, motiváltan, menjünk tovább, csináljuk, kell az a fogadás. Éjjaj. Elképesztően szétesett a center játékunk. Teljesen. Mondhatni nincs is. Éko fogadása után. Na. Ebből lehetne visszatámadni könnyedén. A labda nagyon szűk volt. Na. Gréti beüti. Egy picit összehívja a lányokat. Megállítja őket. És szép, lassan, nyugodtan folytassuk a mérkőzést. Lányok, nem szabad feladni. 7-6-ra vezetnek a vendégek. Játékban dominálnak. 2-0-ra vezetnek, de nem szabad, hogy feladjuk. És egy 4 méteres outszervát láthattunk azok után, hogy végre visszaszereztük a nyitás jogát. 8-6-os mérkőzés állásnál, 8-6-os vendégvezetésnél érkeznek a csapatok az első technikai pihenőhöz. A vendégek legeredményesebb játékosa két szett után egyébként, hát nem megnevezhető, hiszen hárman is vannak, akik 6 pontnál járnak, de közülük a leghatékonyabban Kozmács, Strel Kozmács dolgozik, aki az egyik centerük. És 8-ból 6 labdát beütött ott hátul a feladó mögött egy lábas felugrásból. Kellene valami plusz, lányok? Legyen kedvetek játszani. Játszunk még legalább egy játszmát ezen kívül. Évi már nem is meri adni a labdát a centerbe, Petrának. Pedig ezen javítani kellene valahogy ezen az arányon. 8-7-re zárkózunk. Első a vendégek feladójai, rá is figyelni kell. De így nem kell. Na, nagyon kellett ez az ászértékű nyitás Szakmáritól. 8-8-nál utolérjük a vendégeket. Most el kellene indulnunk egy picit. Hát én látom, milyen figurát mutat be a vendég irányító, de nem tudok segíteni a lányainkon, de ebből nem fog figurázni, hiszen elakad a mennyezetben a labda. Kramolcs elméretezte ezt a labdát. Hát lehet, hogy Szlovéniában egy picit magasabb teremben játsszák ezt. De mindez azt jelenti, hogy 9-8-ra már a Gödöllő vezet. Jó, elküldi hátra. Na, megfogtuk az első labdát. Vissza kellene belőle támadnunk, az viszont még nem sikerül. Hát ne legyünk nagyra vágyóak. Kivédekeztük a mérkőzés során először ezt a figurájukat. A nyitás jó. Senki nem megy érte, gyerekek! Lilla kezéről elpattan, és ketten is csak nézték. Szakmári és Csengeri. Ezzel most 10-9 a vendégeknek. Egy kicsit hullámzik most a találkozó. Ismét egy rossz fogadás. Sajnos borzasztó rossz egyéni teljesítményeket látunk a mai napon Gödöllői oldalon. Németh Zsuzsi viszont stabil, csinálja, dolgozik, és húzza az igát. Csak nagyon nehéz egyedül húzni, vagy ketten húzni, amikor hatan ülnek a kocsin, vagy heten, ide számítva a liberót is. Széles, nem jön össze neki ma semmi. Sajnálom egy picit, hiszen ő egy roppant motivált, céltudatos játékos, és biztos őt is rettentően bosszantja.
az első centerpontunk. Berkowski. Kicsit bizonytalanul indult, de megvan. És egy órányi játék után centerből pontot szerez a gödöllői csapat. És átforog, átgurul, átvánszorog. Teljesen mindegy. A lényeg, hogy szlovén oldalon essen le az a labda. És 12-12-nél ismét egyenlő. Ja Istenem. Krieg elévi szerve ezúttal is. Gusztin erre is ráüt, és a blokkhoz viszont hozzáér az a labda. Nem. Nem ért hozzá. Megmondom őszintén, én nekem is egy picit úgy tűnt, hogy hozzáért. De nem. Így már harmadszor szerválhat Évi. Nem jön az egylábas figura, micsoda blokk! Visszament a szlovén játékosra. Így 14-12-re vezetünk. Igor Gorbacsov pedig időt kér. Na, ilyen is rég volt. 14-12. Ha most belelendülnénk, akkor lehetne belőle valami. Még két pont, és ismét pihennünk kell. Ez most ezúttal nem jön jókor. De... közben itt némi pályamunkálatok, hát reméljük, hogy nem csöpög be a csarnokba a víz. Ezzel korábban voltak gondok itt a Szent István Egyetem sportcsarnokában, de reméljük, ezek megoldódtak. De koncentráljunk egy picit a mérkőzésre. 14-12, Kriegel, Évi, Szervál. Akinek még nem volt szervarontása ezen a mérkőzésen. Megígértem, hogy ilyet többet nem mondok, de most ezúttal Kriegel Évi megtörte az átkot, és Csengeri is megtörte, aki lesáncolta a hátulról érkezőt, ezúttal másodszor Kriegel emeli föl. Jaj, csak jó legyen az érintés, Németh Zsuzsi üti. Azt is fogjuk, most kell egy tiszta passz. Out! Igen, jaj, de kellett. Az első érintés volt a feladói szlovén oldalon, aki egyből beemelte középre, de Gusztint ez egy picit meglepte, pedig hát neki aztán igazán nem kéne ezen meglepődnie. Fájtlat rá, 15-12-re vezetünk. Ne foglalkozzunk azzal, hogy szlovének mind lepődnek meg, vagy mind... Ajjajaj, ez a blokk viszont kipattan. Nem is fejezem be az előző mondatot, 15-13-ra felzárkóznak sajnos a szlovének. Igor Gorbacsov pedig kikészítette a... egy pillanat, és nézem... az egyes cseretáblát. Tehát a legidősebb játékosának a tábláját, de nézzük Németh Zsuzsit, aki sajnos a háló szegélyre üti a labdát, és 15-13 után villámgyorsan kiegyenlítenek a szlovének. Elszámoltam, bocsánat, 15-14 van még csak. Ez minden esetre jó hír, hogy ezúttal én hibáztam. Csengeri antennát üt. Jaj, Istenem, lányok, felcsillan a remény, és utána egy másodperc alatt, minthogyha összeomlana egy kártyavár, és kezdhetjük építgetni előről az előnyt. 15-15, és reméljük, hogy nem... neki sem mondom. Szlovén vezetéssel érkezünk az első technikai szünethez. Pedig a vendégek kértek időt. 15-12-nél ezek szerint, mert elszámoltam magam egy picit. Ismét az zajlik, ami az első játszmában, a végén. Reméljük, hogy ezúttal meg tudjuk állítani őket, és van bennünk annyi erő és annyi hit, hogy meg lehet ez a játszma. És utána gyakorlatilag kezdődik előről minden, hiszen egy új játszma. Na nézzük. Szívósan kell küzdenünk. Hát ezt nem hiszem el.
Ismét egy rossz nyitásfogadás kényszeríti hibára Krieger Évit. Ludwig Zsolt pedig leül, és Szalai Attila kollégájától kér némi információt. Szalai Attila, aki végigírja a statisztikát a mérkőzésen, más szempontból, mint a mérkőzés hivatalos statisztikusa. Nagy Kornél! Aztán mindenit, hogy ezt se tudjuk befejezni. Egy ejtés, azt viszont visszanyomjuk, rossz az érintés is. Na, ismét egy hosszú labdamenetet nyerünk zaklatott körülmények között. Ez mindig fel kell, hogy rázza a csapatot. Molnár Németh Zsuzsanna érkezik nyitóhelyre. 17-16-os vendégvezetésnél a szervája jó. Libero fogja, hármason kívülre kényszerül a feladó, aki onnan hármason belülre beütik kis híján. Ezzel 18-16. Most kell nagyon figyelnünk. Na nézzük. Jön a szerva. Száll a szerva. Nagyon könnyedén visszapattanó labdát agyonütött gyakorlatilag Tunsek. ...19-16, 3 pontos előnnyel érkezik a hajrába a vendég Kamnik. A szerva jó? És megvan a második centerpontunk. Merkowski, Tünde. 19-17, és Tündi megy nyitni. Ebben az állásban sikerült olyan sok pontot szereznünk az előző szedben. Meg kellene próbálnunk ezt ismét. Out! Aj, de kár érte. 20-17 cserélnek a vendégek, előkerült az a bizonyos egyes tábla, és szerválni érkezik be. Hetessel a vendégeknél Tisza Ljubl, csak kimondom, azt mondja, hogy Ljubetic, aki 92-es születésű. Valamit közben meg akartam nézni a papírjaimban, de már el is felejtettem. Széles Petra, nem sikerül pontot szerezni a mai mérkőzésem. Csengerinek viszont igen. Innen kettes helyről jól dolgozik Petra. A négyesről valamiért nem jön össze a pontszerzés olyan hatékonyan. De hát ezért ő a csapat átlója. 20-18. Aztán mindenit. Ezúttal sem sikerül levédekeznünk ezt. Elképesztőet alakítanak ebben a játékelemben. Na! Krieger Évit lenyomják. Csengeri egyesről. Ismét jön a szokásos figura és a szokásos vendégpont. Nem tudunk ezzel mit kezdeni. Egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. És közben böngészem itt a tabellát, és az SVS Post Svehát, a bajnok esélyes listavezető csapatát eddig egyetlen. Na, valami hasonló kellene, Gréti. Nem zárt össze a blokk, ezt jól vette észre, és bebombázta a pálya közepére. Szóval az itt látható Kamnik csapata hazai pályán, a Svehát szempontjából hazai pályán, tehát Ausztriában győzte le a Svehátot. Ők az egyetlenek, akik idén le tudták győzni a jelenleg lista vezető osztrákokat. Mi viszont nem valószínű, hogy le tudjuk győzni őket, hiszen 2 pontra kerültek a mérkőzés megnyerésétől. A vendégek 23-19-re vezetnek, amikor Lékó Lilla, Krieger Évi, majd Németh Zsuzsi a labda útja, de nem sikerül átjuttatni a túloldalra. Ezúttal igen, viszont egy picit széles. Ezzel 6 mérkőzés labdához jutnak a vendégek.
Összességében elmondható a találkozóról, hogy az első játszmát lendületesen motiváltan kezdte a gödöllői csapat. Nem sikerül Petrának, már csak azért szorítok, hogy neki egy pontot sikerüljön valahogy összehoznia. Szóval motiváltan, lendületesen kezdtük, vezettünk is szinte végig, 21-17-ről sajnos nem sikerült befejezni a játszmát. Ez nagyon meglátszódott a mérkőzés folytatásában, és a második szedben tulajdonképpen lemostak minket a vendégek. A harmadik játszma egyes periódusaiban sikerült felvennünk a ritmust, de sajnos ma centerek nélkül kellett helytállnia a csapatnak, hiszen nem tudtunk olyan bejátszásokat és olyan nyitásfogadásokat produkálni, ami lehetővé tette volna a hatékony centertámadást, és én ebben látom a legnagyobb különbséget a két csapat között. Reméljük, a folytatás jobb lesz. A mérkőzés végeredményével búcsúzom a Régió Plus televízió nézőitől. A mai napon a Gödöllői Röplabda Klub a Kálcit Kamnikot fogadta a Közép-Európa Ligában, és sajnos 3-0-ás vereséget szenvedett, tehát Teva Gödöllői Röplabda Klub, Kálcit Kamnik 0-3. Köszönöm szépen a figyelmüket, Szabados Istvánt hallották. Köszönöm szépen! Köszönöm.